Ha az MTK győz Pakson, akkor az egyik patinás piros-fehér klub kiesik, ezzel a tudattal léptek pályára Mezőkövesdön a Diósgyőr és a DVSC játékosai az OTP Bank Liga utolsó fordulójában. Telt ház, kicsivel több mint 4000 néző, ennél egyébként jóval többen lettek volna kíváncsiak a mérkőzésre, csak hát a Mezőkövesdi stadion kapacitása véges. Nézzük az összeállításokat. A vendégeknél ugye edzőcsere történt. Leonel Pontestől elköszöntek, érkezett Herceg András, és jó néhány változást hozott magával. Például a taktikai hadrendben 4-1-4-1-es felállással játszik majd a Debrecen egyszem csatárral Könyves személyében. Hiányzója egyébként csak egy van, Alokinak Ferenci sérülés miatt nem játszhat majd ezen a mérkőzésen. Ami a diósgyőrieket illeti, nyilván Bódog Tamásnak komolyabb gondjai vannak, hiszen Lipták eltiltása továbbra is tart rajta kívül, ráadásul Mevongó öt sárga miatt hiányzik, és megsérült a héten Antal Botond a kapus, így aztán Radosvéd a védelemben Busai tűnik majd fel, Novotny pedig ismét a középpályán kap helyet. Filip, vissza Ferenciáz, Könyves kérné, jön is a labda, Könyves, mellel átveszi Könyves, lassan lövőhelyzet, Könyves lő, Radosról kijön, kipattan, és Jovanovics vezetésszer ez a Debrecennek. Alexander Jovanovics érkezett meg a második hullámban, és ezzel most jelen pillanatban tuti bennmaradó a Debrecen. Jovanovics nagyon fontos gólja, és nehéz helyzetben a Diósgyőr. Óriási ünneplés a vendégszektorban és a pályán is. Nézzük ezt a gólt. Könyves remekül csinálta a lövés. A hosszúra Rados csak kiütni tudja, és Jovanovics érkezik, kegyetlenül bevágja onnantól kezdve. Itt van Könyves mozdulata megint. Radosról kipattan, és még csak azt se lehet mondani, hogy középre ütötte. 1-0-ra vezet a Debrecen, ezzel tehát jelenleg biztos bennmaradó a Loki, miközben majdnem ki is egyenlített a Diósgyőr. Ja, Filip, jó megelőző szerelés. Holman? Holman még, Filipnek teszi vissza. Les, hiába lő a kapuba Filip, és ünnepel a Loki tábor, ez így lesz volt. Szép támadás volt egyébként ez is a debreceniektől. És nem volt Les, ráadásul. A mélységből jött Filip. Késő léptek ki a diósgyőriek. Makrai rávezeti Osvátra. Makrai lő, megpattan, Brökovicsról megy ki. És Brökovics aztán megy reklamálni a játékvezetőhöz, hogyha ő lemarad, mert megsérült, akkor miért nem áll meg a játék? Gondolom én ezt mondta. Nono gyorsan elvégzi a szögletet megint velá. Vissza Nonóhoz, nincs Les. Ott az ívelés, és kapufa! Nono ívelte középre, most nagy kérdés, hogy kapura szánta-e, vagy beadásnak. Minden esetre majdnem gól lett belőle. Makrai kiváló formában egyébként 4 gólnál járt tavasszal. Bódog Tamásnál egyértelműen élvezi a bizalmat. A csúsztatás, újabb lövőhelyzet, Nono mellé! Hát most már nem először került komoly gólhelyzetbe a Diósgyőr. Ezúttal egy hazai játékosról kerül oda a labda, ha jól láttam. Nono lövése lecsúszott egy picit, ezért lett veszélytelen végül. Holman, Könyves megint, Holman a bal oldalon üresen felcser, Holman nem sikerült ezzel a passzal megjátszani a felcsert, Ferenci távolról, Rados! Jó kis kísérlet volt. Eperjesi fog megint nagyot dobni, legalábbis úgy készül neki. Velá megint mondja, hogy ő itt van, és most meg is kapja, Velá! Most jön az ívelés, át a hosszúra, Szarka fejel, és Tanilovics fogja. Erőt már nem tudott beleadni Szarka, egy picit magasan jött ez a labda neki, hogy rá tudjon bólintani. Danilovics viszont egy egészen pocsék kirúgással véteti észre magát. Ismét Tőzsér a labda mögött, ez már a 48. perc. De erre még mindenképpen lesz idő. Tőzsér nem is rossz az, ott a fejes, 2-0-ra vezet a Debrecen Szatmári góljával, aki csereként beállt Brökovics helyére és gólt szerez. És ez az első félidő csattanója. Szatmári Csaba góljával 2-0-ra vezet a Debrecen, abszolút bebiztosítva a bennmaradást legalábbis.
Nagyon előnyös helyzetből várhatják a második félidőt. Szatmári kibújik embere mögül, és gólt fejjel 2-0-ra vezet a Debrecen, ezzel biztos bennmaradó. A Diósgyőr viszont komoly bajban. Tamás Márk, Karán, Nono, rengeteget van játékban a spanyol, jól irányít, és egy újabb gyönyörű indítás. Ott a helyzet, Vela, Danilovic barúgja, vagy mondjuk azt, hogy nagy bravúra hárít Danilovic. Óriási helyzet maradt ki ezúttal. 68. percben Nonóivel, és a fejes mellé. Tamás már próbálkozott. Vela felé egy remek indítás, egészen pontos, ráesik a lábára, Vela indul el keresztbe közben. Abe passz, Novotny, sarokkal tovább, Busai Zitzerben, mellé! Hát mit akar belőni a Diósgyőr? Kihagyott egy ordító Zitzert, Vela most Busainak gyakorlatilag már csak be kellett volna passzolni. A kapuval szemben 11 méterről, mintha büntetőt lőne. Ezzel viszont Holman mehet, remek indítás Könyvesnek, jön Jovanovic a hosszún. Jön a passz is Jovanovicnak, Jovanovic Zitzerben, egyből lő, kapufa, és a kipattanó Rádosi. Hát itt lett volna a pont, a meccs végére akár be is fejezhette volna ezt a meccset. Jovanovic, hogyha pontosabban céloz, megy a hosszún, Szekulic, Jovanovic vezetgeti még, Tőzsér lő, vagyis emel, és fölé megy. Megpróbálta meglepni Radost Tőzsér. Jovanovic és Holman kis területen szépen, Filip, Tőzsér. Oly, de szép csel Tőzsértől. Tőzsér indul el, jó a passz is. Jovanovic középre adja, ott a helyzet, gól! 3-0-ra vezet a Debrecen, Könyves is betalál, és most zárja le a meccset a Loki. Innentől kezdve nem is kérdés, hogy ki a bennmaradó, vagy a Debrecen bennmarad-e, az még kérdés, hogy melyik csapat marad benn. Gyönyörű támadás is kellett ehhez egyébként, Tőzsér szenzációs csele. Itt kéri Jovanovic, a bepassz középre, és érkezik Könyves, és a rövid sorokba pörget. Könyves kéri megint Jovanovictól, nincs les, Könyves veheti át, gyönyörű labdátvétel, Könyves elhúzza Rados mellett, és az üres kapuba rúgná. Kivágja el Perjesi végül. Ugrai tovább. Fülöp még. Még egy lövőhelyzet akár. Fülöp ki Ugrainak. Ugrai még egyettől. Most lő és gól! Na, megvan a Diósgyőri szépség tapaszt is a végére. Ha már bennmarad a Diósgyőr, góllal ünnepli. Ugrai lőtt óriási gólt. A jobb felsőbe, hát ezt Danilovic sem tudta kikaparni. Hiába úszott a levegőben. Ugrai addig tologatott, míg végül csak ellőtte. És Danilovic vetődött. Hát most már azért a debreceniek sem úgy álltak oda valószínűleg. Ez semmit nem volt le Ugrai érdemeiből. Na, van Diósgyőri gól is, ezt is lehet ünnepelni. A bennmaradást meg pláne.